A mai videóban az ösztrogén dominancia megoldásáról és a kiegyensúlyozott menstruációhoz szükséges tudnivalókról lesz szó. Szeretettel köszöntök mindenkit! A női szervezetre jellemző problémák 90%-át, illetve magának a ciklusnak a felborulását is a hölgyek szervezetében a túl sok ösztrogén okozza. A magas ösztrogén szint okozhat erős, fájdalmas, nagy mennyiségű vérvesztéssel járó menstruációt, menstruáció kimaradást, cisztát, miómát és endometriózist is. Van, hogy a pajzsmirigyet okolják ugye az erős, intenzív menstruációért, de valójában a pajzsmirigy alulműködés is az esetek többségében a túl sok ösztrogén miatt van, mivel a pajzsmirigyben is vannak ösztrogénreceptorok. Tehát nem a pajzsmirigy a valódi ok, hanem az ösztrogén. A ciklus alatti fejfájásban, az esetleges epekő kialakulásában, illetve a víz visszatartásban is szerepet játszhat a túl sok ösztrogén. Az ösztrogén a főszereplő nagyon sok daganatos betegségnél, például ilyen menráknál, ahol a terápia során alkalmazott egyik fő gyógyszer hatóanyag, a tamoxifen is egy ösztrogén receptor blokkoló, tehát az orvosok is az ösztrogén blokkolásával csökkentik a daganatnak az esélyeit. Ösztrogén túlsúlyt okozhatnak a környezetünkben lévő vegyszerek, permetszerek, a műanyag, a szója ételek, főként a szója fehérje izolátum, ami számos különböző low carb ételben ugye ott van, de amit már lehet, hogy kevesebben tudnak, a fogamzásgátló tabletták is. Ezek kizárása, csökkentése, elkerülése fontos. Hosszú távon viszont a legnagyobb mértékben a máj gyengülése járul hozzá az ösztrogén dominanciához, mivel a máj a felelős a felesleges ösztrogén semlegesítéséért, ezért ha el van zsírosodva, le van gyengülve, nem lesz képes a testünket megszabadítani a felesleges ösztrogéntől. Ha egyensúlyban akarjuk tartani az ösztrogént, az első fontos lépés a máj folyamatos megerősítése, megtámogatása. A legjobb ételcsoport, amit fogyaszthatunk, az ösztrogén kiegyensúlyozásához és az ösztrogén dominancia elkerülése érdekében, egyben a máj funkciók javításához is a keresztes virágú zöldségek. A leveles kell, a brokkoli, a kelbimbó, a káposztafélék, a pak choj, a retek, a rukkola, a karfiol és mások. A keresztes virágú zöldségekben lévő fitoösztrogének egyfelől ösztrogén kiegyensúlyozó hatással bírnak, másfelől javítják a máj funkciókat, fokozzák a máj méregtelenítő és ösztrogén semlegesítő erejét. A keresztes virágú zöldségeknek a koncentrátumát bevihetjük egy DIM nevű készítménnyel, és ami egyébként kapszula formában kapható. Az ösztrogén kiegyensúlyozásához hatalmas segítséget kapunk a természetes jódtól, például ami az algákban, a tengeri ételekben található meg. Jódpótláshoz ajánlom figyelmetbe az Immunex alga komplexet. A májat erősíthetjük a szénhidrátbevitel csökkentésével, tehát kevesebb cukor, gabonaétel, gyümölcs, mária tövis magörleménnyel, kolinnal, artichókával, flavonoidokkal, tojással, sok fokhagymával és a rendszeres böjtöléssel. A tejtermékeket célszerű teljesen elhagyni ösztrogén dominanciás probléma alatt, mivel az ételek közül ez az az ételcsoport, ami a legnagyobb mértékben növelheti az ösztrogént. A kálcium D-glukarát fokozni tudja a májban azoknak az enzimeknek a működését, amelyek az ösztrogén semlegesítésében is részt vesznek. Kapszula tabletta formában kapható. A kálcium D-glukarát egyébként a változókori hőhullámokra is nagyon jó. A menstruáció alatt megjelenő pattanások oka a túlzottan magas tesztoszteron szint az ösztrogénhez és a progeszteronhoz képest. Az akné és a pattanások is elmúlnak az eddig felsorolt megoldásokkal. A menstruáció több hónapon át történő kimaradásában tényező lehet az ösztrogén dominancia, de közrejátszhat a tápanyaghiány, a gyors súlycsökkenés vagy a gyors súlynövekedés, valamilyen hormonzavar, vagy a túl sok stressz. De a legnagyobb mértékben az inzulin rezisztencia okozza. Az inzulin rezisztencia állapotában, ez ugye lehet későbbi fázisban prediabétesz vagy cukorbetegség, az állandóan magas inzulin szint lényegében elnyomja a nemi hormon kötőfehérjét, ennek rövidítése az SHBG,
szintjét a vérképben meg lehet nézetni. A nemi hormon kötőfehérje segíti a fehérje szállítását a nemi szervekhez, így ha a sok inzulintól inaktiválódik, a nemi szervek nem kapják meg a számukra szükséges tápanyagot, így nem tudnak rendesen működni, azaz nem tudnak ösztrogént és progeszteront előállítani, tehát kimarad a menstruáció. Minél gyakoribbak a menstruációs kimaradások, annál inkább gyanakodhatunk az inzulin rezisztenciára. Erre az állapotra, illetve az ösztrogén kiegyensúlyozásához is a legjobb dolog, amit tehetünk a hormonrendszerünkkel, az a böjtölés, illetve a szénhidrát bevitelünknek a csökkentése. És a sok cukor, illetve gabonaétel helyett több magas zsírtartalmú étel fogyasztása, mint például a tojás, a zsíros bőrös húsok, a halételek, a szalonna, kókuszolaj, az avokádó, az olívaolaj, a magvak. A premenstruációs időszakban jelentkező tüneteket, tehát az például az édesség, a csokoládé utáni sóvárgást, leginkább a B-vitamin és a C-vitamin bevitellel lehet mérsékelni, csökkenteni. A B-vitaminok bevitelihez én a sörélesztőt ajánlanám, de ha kapszulát, tablettát szedünk a B-vitaminból, akkor is nagy dózisban kell gondolkodni ilyenkor, legalább dupla adagban, mint ami a termékre rá van írva. A C-vitaminból is bőven lehet nagyobb mennyiség, és érdemes minél természetesebb forrásból pótolni, tehát nem csak aszkorbinsavat. A menstruáció alatt a kálcium és a magnézium a két leghasznosabb mikrotápanyag, a görcsök és egyéb tüneteknek a mérsékléséhez. A legjobban felszívódók a kálcium citrát és laktát, illetve a magnézium oratát, citrát és bizglicinát. Közvetlenül a menstruáció után a vérvesztés miatt a vasat a leggyorsabban a vörös húsokkal tudjuk visszapótolni, tehát célszerű utána 2-3 napig több vörös húst fogyasztani. Köszönöm, hogy végignézted a videót, ha tetszett, segíts a terjesztésben, kedveld és oszd meg másokkal is. Jó egészséget kívánok neked, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!